igen nagy hiány van szakképzett munkaerőből Kárpátalján, másrészt a diákoknak egy nagy része, és ez a túlnyomó többséget jelenti, miután magyar nyelvű szakképzés nincs Kárpátalján, nem tud hol tovább tanulni. Egyetemi és főiskolai képzéshez meg mindenkinek teljesíteni kell az ukrán anyanyelvűek szintjén az ukrán érettségit, nem nyújthatja be a papírjait. Egyébként ez nem egy új eredetű dolog, hogy most tartom fontosnak. Aki látta, én magam is csodálkoztam rajta, az 1989-es tanév KMKS alakuló gyűlését, ott már az első alakuló gyűlésen azt vetettem fel, hogy mi lesz a szakképzéssel, mert magyar nyelvű szakképzés a szovjet rendszerben sem volt, és iskolaigazgatóként évtizedeken át tapasztaltam azt, hogy a gyerekek elkallódnak, mert vagy úgy immel-ámmal leérettségiznek, úgy, ahogy tudnak, vagy nem is érettségiznek le, hanem 9. osztály után kimaradnak, és képesítés nélküli a munkaerőpiacon nem találják a helyüket, innél kezdve egész életükben sokkal kisebb sikereket érnek el, vagy alul teljesítenek ahhoz képest, ami az ő képességeiket jelenti. És most, hogy a felsőoktatási törvény lehetőséget adott, hogy a felsőoktatási intézmények különböző típusú intézményeket nyithatnak lefelé, és ezt nem mindegyiket kell akkreditáltatni, ezért gondoltuk azt, hogy végre megteremtjük a lehetőséget régiónként azok számára, akik nem akarnak egyetemen tanulni, akik szakmát szeretnének tanulni, hogy boldoguljanak az életbe. Vagy itthon, vagy külföldön, de egy szakképesített munkaerő mindig többet ér a munkaerőpiacon, mint akinek semmi végzettsége nincs. Az egyik legfontosabb akciójuk a oktatás területén a szakképzésnek a beindítása, hiszen tulajdonképpen a magyar nyelvű szakképzés Kárpátalján megszűnt létezni, és hát az ukrán állam nem hajlandó finanszírozni a ukrán nyelvű szakképzést sem, így azok a fiatalok, akik nem gimnáziumokba akarnak tovább tanulni, hanem szakmát akarnak tanulni, ilyen lehetőségtől meg vannak fosztva, és nagyon fontosnak tartom a jövőnk érdekében, hogy ez beindult közösen magyarországi Máté Szakai intézményekkel, és fog működni minden járásban tulajdonképpen, most Beregszászban, korábban Nagydobronban, majd pedig Péterfalván is fogunk nyitni egy ilyen szakképzési intézetet, és mindenfajtaképpen a kárpáti magyarság jövője szempontjából, a fiatalság jövője szempontjából fontos az, hogy magas szinten tudjunk képezni szakembereket a szükséges szakmákban. A főiskola kezdettől fogva próbálja szélesíteni, bővíteni a képzési spektrumát, a képzési kínálatot. Ez nem csak azért fontos, hogy egyre több szakmát tanulhassanak magyarul a diákok, hanem hozzájárul a magyar nyelv presztízsének emeléséhez, hozzájárul ahhoz, hogy minél több kiművelt ember fölmaradjon itt Kárpátalján szülőföldjén, és hát hozzájárul ahhoz is, hogy jobban érezzük magunkat szülőföldünkön, hiszen képzeljük el azt, hogy szakképzett, szakmájukat jól ismerő és szerető fiatalok kerülnek majd ki ebből a képzésből, akik egyre magasabb szintű szolgáltatásokat tudnak nyújtani a lakosságnak, és így valamennyien jobban fogjuk érezni magunkat majd itthon.